A Bátaszéki Gondozási Központ munkatársai épp a húsvéti élelmiszeradományokat porciózzák ki. A csomagban nem csak alapvető élelmiszerek kerülnek, mint a liszt, tej, cukor, tészta vagy étolaj, hanem lekvárt pudingot és édességet is tesznek bele a hátrányos helyzetben élő családok részére. Évek óta hagyomány, hogy minden év decemberében a gondozási központ megszervezi a karácsonyi gyűjtést, 2020 tavaszától viszont az adakozás kibővült egy húsvét előtti adományakcióval is, hiszen a koronavírus járvány felbukkanása csak tetézte az addig is rossz helyzetben lévő emberek életét. Akkor az élelmiszercsomagok mellett már tisztítószereket is eljutottak a bajba jutott családoknak. A segíteni akarás azóta is folytatódik a városban, ami látszik is az összegyűlt adományok mennyiségén. A mostani akcióval 160 nehéz helyzetben élő ember húsvéti ünnepét könnyítik meg. Egyrészt az önkormányzat az, aki egy nagyobb összeget fordít ugye arra, hogy biztosítani tudjuk ezeknek az élelmiszereknek a mihamarabbi beszerzését, illetve ugye magánszemélyek és egyesületek, alapítványok, tehát bárki igazából a gondozási központnak vagy az önkormányzatnak felajánlhatja. Van is erre egy elkülönített számla, de akár személyesen, hogyha bejön a gondozási központ épületébe, akkor fel tudja ajánlani a pénzt. Összeget készpénz formájában is. Adományozni nem csak pénz formájában lehet, mondta Mergül Pécsi Edit. Ha valaki tartós élelmiszert szeretne ajándékozni, arra is van lehetőség. El is szoktuk fogadni természetesen, mert azért vannak tartalékaink is, mert mindig vannak olyanok, akik, tehát a 160 fő jelen esetben nem fedi le teljes mértékben a rászorultaknak a listáját, ezért van mindig egy tartalékunk, tehát azokat el szoktuk rakni, és amikor évközben bárkinek szüksége van rá, aki ténylegesen rászoruló, akkor szoktuk közvetíteni ezt az adományt. Az ünneptől függetlenül is várják a gondozási központ munkatársai a felajánlott ruha, tisztítószer, illetve élelmiszeradományokat. Januártól decemberig várjuk. Ruhadományt most nem közvetítünk, mert azt egész évben tudunk közvetíteni. Tehát erre is van lehetőségünk, és az folyamatos, tehát napi szintű ruhadomány közvetítésben állunk az ügyfelekkel. Behozzák hozzánk a Budai utca 21-be, és akkor ott van egy ilyen kihelyezett rész, ahova tudják rakni a felnőtt, illetve a gyermekruházatot. Nyilván a jó, nem jó minőségű, de hogy nem lukas, tiszta ruhaneműt, cipőket, könyvet, akármit igazából. És akkor oda szabadon be lehet ugye hozzánk jönni, tehát szabad a vásáralapon bárki el tudja onnan vinni. Mergül Pécsi Edit arról is beszélt, hogy kik azok, akik adományokban részesülhetnek. Úgy szoktuk egyébként a listánkat kialakítani, hogy a velünk kapcsolatban álló szervezetekkel, intézményekkel felvesszük a kapcsolatot, kérünk onnan egy listát, hogy ki az, aki most éppen a látókörükben van, akiről úgy gondolják, hogy rászorultabb, meg be kell húzni a nadrágszíjat, és akkor ebből állítunk össze egy listát, de természetesen olyan is van, amikor bejönnek hozzánk, és jelzik, hogy szeretnének csomagot kapni, mert most éppen olyan élethelyzetben vannak. A legmagasabb szám az 200 volt, de így se fedte le még az sem a teljes rászorultsági számot, de folyamatosan bővül. Kismértékben, tehát nem azt mondom, hogy óriási léptekben, de folyamatosan bővül. A koronavírus járvány nagyon sok család esetében olyan anyagi bevételeket vont el a családoktól, amik nagy mértékben megnehezítették a mindennapi életüket, tehát elbocsátások történtek, főleg ugye az ügyfeleinek a nagy része alkalmi munkából tartja el magát, illetve a családját, sok helyen elbocsátások voltak, úgyhogy még jobban megnehezítette a mindennapjaikat. A gondozási központ az adománygyűjtéseken túl munkaközvetítéssel is foglalkozik. Nagyon sok tanáccsal és tényleges információval látják el a hozzájuk forduló ügyfeleket a munkakeresés lehetőségeiről. A cél az, hogy ezeket az embereket mihamarabb visszaintegrálják a munkaerőpiacra, hogy aztán saját keresetből megfelelő életkörülményeket tudjanak teremteni saját maguknak.